Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják december 19-én pénteken. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Támogatás az Ajkai Kórház csecsemő és gyermekosztályának. Az ajkai és környéki vállalkozások 300 ezer forinttal segítik az osztály munkáját. Jusson ajándék minden gyermeknek! 336 gyermek vehetett részt a térségi családsegítő szolgálat karácsonyi programján. Egy baleset résztvevőjét és szemtanúit keresi a rendőrség. Vállalkozók fogtak össze, hogy támogassák az Ajkai Kórház csecsemő és gyermekosztályának eszközbeszerzését. A 300 ezer forint átutalásáról szóló okmányt december 17-én vette át dr. Kovács Ilona osztályvezető a gyűjtést kezdeményező Németh Zoltántól, a generáli Ajkai képviselet vezetőjétől. Az átadáson részt vettek a kezdeményezéshez csatlakozott Derkila Kft., Pölcman Kft., Plastiflex Kft., Sobri Jóska Kalandpark, Via Vomitó Kft., Trudi Kft. Képviselői is. A vállalkozók elmondták, örömmel adakoznak olyan intézménynek, amelyről tudják, az általuk megjelölt célra fordítja az összeget. Akciójuknak, amelyet a tervek szerint minden karácsony előtt megismételnek, célja az is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az egészségügynek szüksége van mindazok támogatására, akiknek lehetőségük van ezt megtenni. Dr. Kovács Ilona elmondta, az infúziós pumpa, amely segít abban, hogy a gyermek szervezetébe pontosan juttassák be a gyógyszert, kedvezményes áron is 500 ezer forintba kerül. Így további felajánlásokat várnak a gyermekosztály Szane Vivere egészségesen élni alapítványának számlájára. Nem tudnak fizetni a beszállítóknak a kórházak, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Katasztrofálisan romlott ősszel a fizetési hajlandóság, amióta kiderült, hogy jövőre 60 milliárdos konszolidációt terveznek a költségvetésbe, a kórházak gyakorlatilag leálltak a beszállító kifizetésével. Van olyan orvostechnikai beszállító, amelyiknek egy hónap alatt megduplázódott a kintlévősége. Másnak a 40 milliós követeléséből 23 ezer forintot fizettek ki. Bár korábban is jellemző volt a fizetési készség romlása, ilyen mértékűre azonban eddig nem volt példa, mondta Ráski László a napi.hu hírportálnak. A jelenlegi követelések 60%-a lejárt, a beszállítók zömét a közelgő járulékfizetés egyre nehezebb helyzetbe hozza, a kórházigazgatók pedig érdemben nem is foglalkoznak a kérdéssel, tette hozzá az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. A 2015 áprilisára ígért, a költségvetési intézmények tartozásaira elkülönített 60 milliárd forintról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy biztosan nem lesz elég az állami intézmények jövő tavaszra, egyes becslések szerint akár 150 milliárdra duzzadó tartozásaira, hangsúlyozta Ráski László a portálnak. Az Ajkai Magyar Imre Kórház 2014. május 1-je óta van állami fenntartás alatt. Ez idő óta az ország egyik legeladósodottabb egészségügyi intézménye lett. Karácsonyi ajándékot készítettek a gyerekek szüleiknek és testvéreiknek a térségi családsegítő szolgálat karácsonyi programján, majd a családgondozók gyümölcsel ajándékozták meg őket. A kaszinóban december 16-án tartott rendezvényre 336 gyermeket hívtak meg Ajkáról, Urkutról, Öcsről, Szőcről és Halimbáról. Ők olyan családban élnek, akik kapcsolatban állnak a családgondozókkal. A kézműves játszóházban a szervezők munkáját a Szent Györgyi Középiskola diákjai segítették önkéntes munkavégzés keretében. Kupi Andrea, az intézmény igazgatója köszöntőjében azt kívánta, karácsonykor varázsoljanak el minden gyermeket az ünnepfényei, jusson mindenkinek ajándék, a szülők foglalkozzanak sokat a kicsikkel. Az élmények maradjanak meg sokáig a gyermekek szívében. Dr. Horváth József alpolgármester a város nevében köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, a város fontosnak tartja, hogy az egész éven át tartó gondoskodás mellett karácsony előtt ajándékkal lepjék meg azokat a gyermekeket, akik családja nehezebb körülmények között él. Az idén először közös műsort adtak a családgondozók és a szereplésre vállalkozó gyermekek. Verseiket, dalaikat a közönség tapssal, a szervezők csokoládéval köszönték meg. A Molnár Gábor Alapítvány Hangadók zenekara a karácsonyi dalok mellett a mai slágerekből is adott elő.
Kedves nézőink, az Ajkai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy közlekedési balesettel kapcsolatban. Egy személygépkocsi feltehetően terepjáró vezetőjét keresik Ajkán, illetve várják azok jelentkezését, akik a Petőfi utcában december 12-én délután 3:30 körül bekövetkezett hármas ütközés szemtanúi voltak. Az Ajkai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya eljárást folytat ittas járművezetés megalapozott gyanúja miatt. Egy férfi Opel Meriva típusú gépjárművével közlekedett Ajkán a Petőfi utcában. Haladása során későn észlelte a Petőfi utca 9 előtti gyalogátkelőhely térségében forgalmi okból álló Alfa Romeo típusú gépjárművet, ezért a személygépkocsi hátuljának ütközött. Az ütközés hatására az Alfa Romeo az előtte szintén álló helyzetben lévő ismeretlen jármű hátuljának csapódott. Az ismeretlen típusú és hatósági jelzésű gépjármű egy tanú elmondása szerint egy terepjáró volt, vezetője feltehetően az ütközés nem észlelte, mivel a balesetet követően a helyszínt elhagyta. A rendőrség kéri az ismeretlen terepjáró vezetőjének a jelentkezését, illetve mindazokét, akik a balesetnek a szemtanúi voltak, avagy bármilyen érdemi információval tudnak szolgálni az üggyel kapcsolatban. A bejelentők jelentkezhetnek személyesen, munkaidőben az Ajkai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályán, vagy hívják telefonon a nap 24 órájában elérhető 88 500 990, illetve a 107-es telefonszámot. Gálán teltház előtt mutatták be az idei évben tanultakat a Flowers Aerobic Sport Egyesület tagjai testvéreiknek, szüleiknek és az érdeklődő közönségnek december 16-án a Szabadidőközpont színház termében. Köszöntőjében Csonkáné Krüczner Márta vezetőedző elmondta, sikeres évet zárnak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 9 országos versenyen vettek részt, számos éremmel, helyezéssel büszkélkedhetnek. A gyermekek igazi sportemberekké váltak, alázattal viselik a sikert, elfogadják a kudarcot. Az eredményért a megemelt óra számú edzést is vállalják. A szülők mindenben támogatják az edző és a gyerekek munkáját. A gálán minden gyerek fellépett, az óvodástól a ma már középiskolás alapító tagokig. A legfiatalabb csapattag a 2,5 éves Súlyok Sára volt. A Katica óvoda Bóbiták csoportja másodikként, az óvodásokból álló Pillangók csapattagjai pedig első helyen végeztek a Dinamik versenyen. A Vándorkupát 3 első helyezésükkel a Bulimanók nyerték, így ők viselhetik az ország legjobb óvodás aerobik csapata címet. Az idősebbek közül Farkas Petra egyéni kategóriában országos bajnoki címet szerzett. A gálán résztvevők Szimeister Blanka ezüstérmes koreográfiáját is láthatták, továbbá bemutatkozott a két segítő, Cili Réka és Szimeister Fanni is. Csonkáné Krüczner Márta elmondta, elégedett az idei eredményekkel. Készülnek a jövő évi versenyekre, és remélik, ismét sikeres évük lesz. Kedves nézőink, most pedig tekintsék meg programajánlónkat! Szombaton 3:46-kor lobban fel a 4. gyertyaláng az adventi koszorún az Agórán, az Ajkai Jézus Szíve Katolikus Plébánia és a Szent Cecília Kórus közreműködésével. A Tolsok Beréndört Egyesület mindenkit szeretettel vár karácsonyi műsorára december 20-án 17 órakor a Tolsok Beréndi Közösségi Házban. Fellépnek a Szent István Király Római Katolikus Iskola diákjai is. Az előadás után lehetőség nyílik baráti beszélgetésre, egy kis sütemény, forralt bor és tea elfogyasztása mellett. December 21-én 15 órakor két városrészben is, Padrakúton, a Csertelepi játszótéren, valamint Csingerben, a Közösségi Házban is közösségi karácsonyt tartanak az ott élők. December 21-én vasárnap 16 óra 30 perctől az adventi esték programsorozat utolsó hangversenyére kerül sor a Belvárosi Katolikus Templomban. Fellép az Ajkai Pedagógus Női Kar, a Padragi Bányász Férfi Kórus, valamint a Borostyán Férfi Kórus. A Kákics és a Los Andinos zenekarok adventi műsora december 21-én este 6:30-kor lesz a Szabadidőközpontban. A belépés díjtalan. Az ingyenes jegyek korlátozott számban az információs központban igényelhetők. A koncert előtt 16 órától kézműves foglalkozással várják a gyerekeket. Idén is megrendezik a kaszinóban a rockkarácsonyt december 27-én 18 órától. Fellép az Ajkai Wolfram, az Ajka Rock Band, a Hornet, az Iron Bird és a Tapolcai Rolling Band zenekar. Kapunyítás 17 órakor. A parkerdőben a Bányászati Múzeum az ünnepek környékén is várja látogatóit. December 22-én és 23-án 11-től 16 óráig tart nyitva, december 24-e és 28-a között bezár, azonban december 29-én és 30-án 11-től 16 óráig újra látogatható a Bányászati Múzeum.
december 31 és január 4-e között ismét bezár. A Városi Múzeum ünnepi nyitvatartása hasonló, december 22-én és 23-án 9-től 16 óráig, valamint december 29-én és 30-án 9-től 16 óráig várja a látogatókat. A Felnőtt Könyvtár, a Bogáns Gyermekkönyvtár és az Információs Központ december 22 és 23-án, illetve december 29-30-án, hétfőn és kedden a szokásos nyitvatartással várja olvasóit. December 24-e és 28-a, illetve december 31-e és január 4-e között az intézmény zárva lesz. Kedves nézőink, mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. A következőkben tekintsék meg, milyen időjárásra számíthatnak az elkövetkezendő napokban. További szép estét kívánok, jó pihenést, viszontlátásra! Hétvégén egy hidegfront hatására kissé változékony, csapadékos, erősen szeles időre van kilátás. Szombaton még marad az enyhe idő, csupán néhány fokos lehűlést hoz a front. Vasárnap országszerte szeles időre készülhetünk, az északnyugatira forduló szél felerősödik. A felhő átvonulásokból eső, havas eső kialakulására szorványosan számíthatunk még. A levegő további 1-2 fokot hűl, 5-10 fok közé melegszik a levegő.